Nagy munka folyik a 60 plusz program központban. Kisiskolások, szülők és idősek együtt építenek madáretetőt újrahasznosított műanyagból. Mivel a kerületben rengeteg a madárbarát iskola és óvoda, és tavaly is sikeresen zajlott le egy madáretető készítő pályázat, az önkormányzat úgy gondolta, érdemes tovább gondolni és kiterjeszteni a madarak védelmét az egész kerületre. A madárbarát program idén új lendületet kap, melybe az összes kerület iskolát és az időseket is bevonják. Ennek részint az a célja, hogy a gyerekek, akiknek van, vagy olyan szerencsések, hogy vannak nagyszüleik, de lehet, hogy nincsenek nagyszüleik, találkozhassanak viszonylag életük korai szakaszában időskorú emberrel, és megtapasztalják azt, hogy milyen nagyszerű élmény a generációk közötti kapcsolat, mi mindenben tud neki segíteni egy időskorú ember, nyilván a kedvességével, a türelmével, a tapasztalatával, és hát az időskorúaknak is nagyon-nagyon fontos, hiszen van, aki minden nap találkozik gyerekekkel, van, aki nem is, hát nagyon szeretik őket, úgyhogy azon kívül, hogy egy örömteli találkozásnak lehetünk mindig a tanúi, azon kívül egy ilyen gyümölcsöző és termékeny munka is zajlik most jelen pillanatban a központban. Csak a felét. Ez jó, és simogasd rá a ragasztót, simogasd rá. Második előadással egybekötött gyakorlati foglalkozás, amire most már ugye gyerekek is eljöttek, hiszen vannak olyan iskolák a kerületben, akik nagyon szívesen foglalkoznak környezetvédelmi témákkal a tanórán kívül is. Ezek ugye egy környezetbarát iskolák, és az egyik ilyen csoport a szomszédos iskolából jött el, hogy az időskorokkal közösen hát csináljon madáretetőket, és vegyen részt különböző ilyen madárbarát programokban. A kerület környezetvédelmi osztálya a Sashegyi Látogatóközpontot is üzemeltető Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatósággal lépett szakmai kapcsolatba. Ők tartják meg a madáretető és odú készítő foglalkozásokat a jelentkezőknek. Az elkészített etetőket a gyerekek hazavihetik, sőt madáreleséget is kapnak hozzá. A formás kis madártanyák pedig bármilyen meglepő műanyagból készülnek. Most nagyon csúnyán fog hangzani az, hogy alapanyagként műanyagot használunk. Ez hogy lett környezetbarát? Először is az a műanyag, amit használunk ehhez, ez egy újrahasznosított termék. Egy melléktermék tulajdonképpen, mert csomagolóanyagnak használják. Van egy idős bácsi, aki nagyon szereti nézni a madarakat és barkácsolgatni, és ilyen hulladékokból megfigyelések alapján különféle etetőtípusokat készített, és ezt ki is dolgozta ennek a legyártásának az egyszerű technikáját. Úgyhogy saját magunk még vásárolni sem kell méregdrága pénzért. Etetőket, készetetőket itt-ottam ott, amik csillognak, villognak. Ez is nagyon esztétikusan néz ki, nagyon olcsón hulladékból egyszerűen össze tudjuk állítani az etetőket, és majd itt a gyakorlati foglalkozáson meglátjuk, hogy még időben sem tart olyan soká, még az ügyetlen kéz is egy 30 perc alatt össze tudja rakni ezt az etetőt. Természetesen a profi madarászoknál, egy madárodúnál annál fontos, hogy tartósabb anyagból, fából készüljön, hiszen az egy megfigyelés, állandó megfigyelik, állandó helyeken vannak. Viszont ezek az etetők, illetve odúk, ezek visszavehetők, kitisztítva, a szelektívbe berakva, ez ismét újra hasznosíthatók. Míg télen a madarak etetéséről, nyáron a szaporodási feltételeikről kell gondoskodnunk. Utóbbit mesterséges odúk, fészkek készítésével biztosíthatjuk, hiszen ezek egyre ritkábban állnak rendelkezésre a városi környezetben. Egyebek mellett ezekre a feladatokra tanít a kerület madárbarát programja. Kerületi jegyző dr. Horthy István úr is nagyon-nagyon madárbarát ember hírében áll, és ő már régóta madárbarát kertet üzemeltet az otthonában is, és tartott egy tájékoztató előadást egyrészt a hivatal munkatársainak, másrészt pedig az ott résztvevő óvoda és iskolapedagógus kollégáknak. Tehát ez is egy nagyon jó alapot szolgáltatott ahhoz, hogy ezt el tudjuk indítani, ezt a kezdeményezést. Valamint a tavalyi év folyamán kiírtunk az iskolák számára egy madáretető készítő pályázatot, ahol nagyon-nagyon
nagyon sikeres volt, és nagyon-nagyon sok pályamű érkezett be. Ezek voltak igazából azok az alapok, amik megteremtették a lehetőségét annak, hogy el tudjunk indítani egy ilyen teljes kerületre szóló madárbarát kerületprogramot. És itt az egyik ilyen állomáson vagyunk, a 60 plusz csoporton belül is lehet madáretetőket készíteni, nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabbak, tehát az iskolás és óvodás korosztály is meg tudja építeni ezeket az etetőket. Igazából úgy néz ki a program, hogy a szülők bevonásával megépítik, és utána haza tudják vinni a gyerekek. Az önkormányzat támogatásával valósul meg ez a program, tehát mindenkinek teljesen térítésmentes, és a Dunaipoly Nemzeti Park munkatársai pedig a szakmai és az anyagi hozzájárulást biztosítják. Szeretnénk minél több madáretetőt látni a kerületben, tehát itt két fél éves programról tudunk beszélni, az idei évben fogjuk elindítani a második sorozatot. Ugye most van egy téli időszak, tehát egy madáretető készítés és madárítatásról hallhatnak előadást az érdeklődők, valamint áprilistól pedig el fogunk indítani egy odukészítési programot, az is hasonlóan fog működni, mint a most zajló program. Tehát egy ilyen kétszer fél éves turnusban tudnak részt venni mind a legkisebbek, az iskolások, óvodások, mind pedig a szüleik és a 60 pluszban résztvevők. Teljes körű felkészítést kapnak az érdeklődők, tehát egyrészt elkészítik az odukat, az etetőket, ami nagyon fontos, hogy ugye azért a kerület elég nagy területtel rendelkezik, és itt helyspecifikusan választják ki a szakemberek azokat az etetőket és odukat, amik elkészítésre kerülnek. Tehát például más madarak élnek Gazdagréten, más madarak élnek Kamaraerdő környékén, és mindenhol helyspecifikusan kerülnek kiválasztásra ezek az etetők, tehát igazából kapnak olyan segítséget, hogy melyik az a madárfaj, ami ott leggyakrabban megtalálható, és ennek megfelelően készülnek el az oduk. Minden előadás úgy fel. Természetesen az idősebbeknek egy hosszabb előadásban, a gyerekeknek egy rövidebb előadás formájában, de ismertetik a legfontosabb madarakról szóló ismertetőket. És ezt követően kerül kialakításra ez az etető. Tehát ezt mindenki manuálisan kézzel készíti el, a legkisebbek is, és a minden érdeklődő kézzel készíti, és utána hazaviheti. Ez az önkormányzat madáreleséget is biztosít. Tehát nem csak az etetőket tudják hazavinni, hanem madáreleséget is biztosítunk mindenki számára. Így tud ez a program teljes körűvé válni. Ameddig tart ez a program, ez még egy-két alkalom ugye tavaszig, hiszen eddig a szakemberek szerint eddig fontos a madaraknak az ilyen jellegű etetése, addig mindenféleképpen tart, de természetesen együttműködünk a Sashegyi Természetvédelmi Területtel, tehát várhatóan a földnapja előtt is lesz egy nagyon hasznos előadás, illetve több olyan előadásra készülünk, amit ezek a szakemberek el tudnak vállalni, tehát a különböző természetvédelmi témákat, előadásokat, növényvédelmi, ápolási témákat várhatóan ők fogják előadni itt a 60 plusz program központban. A térítésmentes programra hatalmas az érdeklődés, az iskolák hónapokra előre lefoglalják az időpontokat. Az önkormányzat azt szeretné, ha az egész kerület madárbaráttá válna. Minden intézmény önkéntesen tud jelentkezni, és minden intézményben megtartásra kerül egy-egy ilyen foglalkozás. A legkisebbeknek a foglalkozásait délután tartjuk. Ez azért nagyon jó, mert így a szülők is részt tudnak venni a foglalkozásokon. Tehát a gyerekek, a gyerekes szülők és a 60 pluszos korosztályban pedig a többi érdeklődő is be tud kapcsolódni a programba. Így tudjuk teljesíteni azt, hogy egy kerületi madárbarát program valósuljon meg, és minden érdeklődő a megfelelő időszakban meg tudja honosítani a saját kertjében, a saját ingatlanán a madaraknak a tartását és gondozását. Ez a heti 4 alkalom, amit mondtam, ez valóban úgy van, hogy minden alkalom már teljes mértékben tele van. Volt egy intézményünk, aki 9 vagy 10 időpontot szeretett volna biztosítani a náluk tanuló gyerekeknek. Sajnos ez nem állt módunkban, de a tavasz időszakban ott természetesen biztosítani fogunk neki további időpontokat, alkalmakat is. Egyelőre van, aki egyet, van, aki mondjuk 4-5 időpontot tudott igénybe venni az intézmények közül, de amint mondtam, ez egy éves program lesz, úgyhogy vagy most, vagy pedig a tavasz időszakban biztos, hogy mindenki részt tud venni, aki érdeklődik a madártartás iránt. A környezetvédelmi osztály természetesen nem csak madarakkal foglalkozik idén, számos más területen is programokat, fejlesztéseket tervezett be. Az önkormányzat is készített egy környezetvédelmi programot, hozzáigazítva a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, ez 2010 és 2014 között érvényes. Igazából több fő témát határoztunk meg, ez elkészült akkor, ezek többek között a környezeti nevelésnek a fontossága, az energiagazdálkodás, a természetvédelem és a vízgazdálkodási kérdéskörök kerültek előtérbe. Ezek közül az idejében továbbra is a környezeti fejlesztések, tehát a környezeti nevelésnek a fontossággal kerül előtérbe, továbbra is szeretnénk vetélkedő típusú sorozatokat elindítani iskoláknak, óvodáknak, ami nagyon fontos, hogy a kerékpáros közlekedés ez egy kiemelt témája az idejében az önkormányzatnak, tehát szeretnénk kerékpártámaszokat és amennyire lehetséges kerékpárutakat fejleszteni, itt elsősorban a felfestésre, karbantartásra kell gondolni. Az év nem csak a környezetvédelem, de a 60 plusz házatáján is mozgalmas lesz.
az önkormányzat színes programokat szervez minden kerületi idős számára. Ami nagyon nagy támogatást és erőt fog kapni idén, ez az egészségfejlesztési alprogram, ahol olyan nagyszerű szakmai szervezetekkel, mint mondjuk a Magyar Gyógytornászok Társasága fogunk komolyabb szakmai szintre lépni az együttműködésben. Lesznek egészségvédelmi előadások úgy, mint a tavaly decemberben egy nagyon népszerű táplálkozással és gyógytornával, mozgással kapcsolatos rendezvényünk volt. Idén ezt újabb két ilyen rendezvény követi, de számtalan olyan program és szolgáltatás, előadás, vagy akár a dietetikai tanácsadás fog beindulni, ami egyébként ezt a programot és az információátadást erősíti. Ami például újszerű lesz, és kezdeményeztük ezt a SOTE felé, hogy az egyetemistáknak lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy kvázi gyakorló központként eljöhessenek ide, megnézhessék, hogy az itteni szakemberek hogyan dolgoznak időskorú ügyfelekkel, megtanulhassák, beletanulhassanak, hiszen azért, ahogy idősödik az ország, az időskorok száma egyre nagyobb, egyre fontosabb szerepet kell kapjon a képzésükben is, hogy hogyan kell bánni az időskorokkal, mik az időskornak a jellemzői. Az egészségfejlesztési programon kívül nagyon sok olyan egyébbel indulunk, ami tavaly már megszokott volt, tehát újra indulni fog a mentálhigiénés program, aztán közbiztonsági programunk is kidolgozás alatt áll, hiszen tavaly nem volt bűnmegelőzési tevékenység előadása 60 pluszban, de most idén nem csak, hogy a bűnmegelőzést szeretnénk újra megerősíteni, hanem a közlekedés biztonságot is szeretnénk elindítani, hiszen nagyon sok balesetet szenvednek a kerületben az időskor, többet, mint mondjuk két évvel ezelőtt, és a statisztikák indokolják, hogy egy bűnmegelőzési és egy balesetmegelőzés, tehát egy közbiztonsági programban közösen gondolkodjunk. Ezen kívül, ami újszerű, az az, hogy komolyabb hátteret fog kapni az internetezési lehetőség, hiszen egyre több olyan időskorú van, aki egyre jobb szinten tudja az internetet és használja, úgyhogy most már nem csak a megszokott csütörtök pénteki napon van segítő szolgáltatás, hanem kedden is. Lesznek még más programjaink is, de egyelőre szerintem akkor ennyit a tavaszra.